őzik, nyomorultak, bazd meg. És van hivatalos kezdődobója. Ahogy már mondtam, a Berger Transport Kft. A mai főszponzorunk, Haselberger Zolán, a tulajdonos cég családnak a legifjabb tagja fogja elvégezni a kezdődobást. Zolán azt mondta, illetve Péter az édesapó, hogy Vanessának, hajtani Vanessának szeretnék. Itt is újra a kamerát. Dobja a lasztit. És amikor baj van, akkor emlékezünk, ugyanis egy szurkolótársunk elhunyt a közelmúltban. Matejka Tiborra emlékezünk, aki 59. évében hosszantartó betegségben elhunyt. Az MKC-nak kezdetektől szurkolt, és imádta a mosonmagyaróvári szurkolói kör egyéb tagjaként a lányokat is. Egy perces néma csenddel adózzunk Matejka Tibor emlékének, aki nagy rajongója volt a mosonmagyaróvári kézilabda közösségnek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az UFM arénából, Mosonmagyaróváról. Itt játsza soron következő bajnoki mérkőzését a győri Audietto KC. Nem túlzás kijelenteni azt, hogy igencsak erőltetett menetben vannak a győriek, hiszen Kedemmel még Kisvárdán játszottak, ma pedig már itt Mosonmagyaróváron kell majd helyt állniuk Danyi Gábor lányainak, akik egyébként szokásos idegenbeli fehér, zöld-fehér szerelésükben játszanak. Hazai pályán pedig kékben a Mosonmagyaróvár gárdája. Az első mosonmagyaróvári támadás az nem volt az igazi, de ugyanúgy nem igazi az első vendég akció sem. Ugye azt azért láttuk az elmúlt néhány mérkőzésen, hogy azért a csapaton, az Audietto KC-n kijött egy kicsit a fáradtság, hiszen ezek az első félidők, ezek nem úgy sikerültek, ahogy azt talán várta volna mind a csapat, mind pedig a szurkolók. Danyi Gábor is elmondta a mérkőzés előtt azt, hogy nagyon-nagyon fáradtak, és amire még utalt, hogy kevés az edzés, hiszen szinte folyamatosan játssza a mérkőzéseket az együttes, és ez bizony nem könnyíti meg az ő felkészülésüket erre a heti két találkozóra, és ráadásul ugye kimondott ritmusa sincs a szezonnak, hiszen a szerda-szombat után kett péntek,
nincsen könnyű helyzetben, tehát az Audi Eto, de azt is elmondta a szakvezető, hogy ezzel együtt is mindenképpen a maximumra törekszenek, és közben Hudák Emma, aki ismerős lehet a győri szurkolóknak, ő érezhet meg egy lövést kis Éva felé, és Bratzett pedig megszerzi az első vendéggólt, vezet át az Audi Eto KC 1-0-ra. 2 perc telt el a mérkőzésből. Kis Éva egyébként az Audi Eto kapujában, Puholák és Knedlikova a két szélső, Oftedal irányít, Hansen, illetve Groth még belül, és Bratzett pedig beálló. És ott lett volna az egyenlítési lehetőség, de az egyenlítés helyett 6-ossal Farkas Veronika került a földre, és Bratzett mindjárt kapott egy 2 perces büntetést. Itt egyébként a bemutatásnál Jana Knedlikovát az UFM Arena közönség igencsak megtapsolta, és ennek az az oka, hogy Knedlikova itt Mosonmagyaróváron kezdte a magyarországi pályafutását, miközben Hudák Emma egyenlít. Bele tudott ütni kis Éva, de csak bejjel tudta segíteni a labdát, és le is jön egyébként kis Éva, de nyilván nem a gól miatt, hanem azért, mert hogy ember hátrányban van az Audi Eto KC, még csak nem másfél percig, és Pintea jött be, mint 6. játékos, tehát most kapus nélkül támadnak a győriek, és Knedlikova lövése pedig elagad Scholz Andreában. Knedlikova, Groth, Hansen, Oftedal, megvan a második győri találat, úgy tűnt egyébként, hogy bele tudott ebbe is érni Stolz. 2-1, 3,5 perc telt el. Hudák, ezt most fogja kis. És ott volt a következő próbálkozás, méghozzá Bízik Rékától, és ez pedig egy sárgalapos figyelmeztetés Csendrikovának. Ő volt a szabálytalan, és Bízik lenn is marad, meg kell állítani az órát. És Knedlikova egyébként rendkívül sportszerűen oda megy, elnézést kér. Jön egyébként a segítség, de nagy baj talán nincsen. Egyelőre a pályán ápolják Bízik Rékát. És nem is jön le. És a 7-es pedig Farkas Veronika fogja lőni. Érezte kis Éva, hogy merre kell nyúlni, de nem érte el a labdát. 2-2. És másodperceken belül ki fog egészülni egyébként az Audi Eto KC, egészen pontosan 10 másodperc múlva. Knedlikova, Groth, Pintea, összeakadt Pintea és Szara Vukcevic. Az Audi Eto román légiósa hozhatta újra a játékba a labdát. Hansen megtalálja az üres helyet, úgy tűnik, hogy nem. Tette volna ki Puholáknak a szélre, közben egy sárgalapos figyelmeztetés Hudáknak. És akkor jöhet az újabb győri szabaddobás. Groth, Puholák, Groth, Hansen, Hansen! 8 méterről Hansen. 3-2. Öt perc telt el a találkozóból, eddig fej-fej mellett a csapatok. Mondhatjuk azt, hogy felváltva születnek a gólok, kivéve most, mert hogy Bízik Réka lövése most elakadt ezúttal kis Évában, kis Éva pedig tökéletesen ütött a Pinteát, és Pintea ezzel megtörte az egy ide, egy oda sorozatot, mert hogy megvan a negyedik.
Győri találat, Pintának pedig az első gólja ez eddig. Először két gólos, tehát a különbség. Nincs egy jó paszban egyébként a Moson-Magyaróvár, ez itt a mérkőzés előtt is elhangzott, hiszen Békés Csaván közben ott van a harmadik gól. Ez Bizik Boglárka. Találata volt. Békés Csaván egyébként az utolsó másodpercekben maradt alul a Moson-Magyaróvár. Ami nyilvánvalóan nem tett jót az óvári lányok lelkének, de ez eddig én azt gondolom, hogy az első 6,5 perc alapján egyáltalán nem látszik, még akkor sem, hogyha Stine Oftedal is feliratkozik a gólszerzők közé, és megvan az ötödik győri találat is. Ezután egyébként, ezután a mérkőzés után most tulajdonképpen egy hét pihenője lesz az Audiato KC-nak, már abban az értelemben, hogy mérkőzés nem lesz, de hát ennek egyetlen egy oka van, az, hogy hétvégén már a Bukarest ellen kell majd pályán bizonyítani. És közben egyenlít a Moson-Magyaróvári együttes 5-5. Bízik Réka szerezte az ötödik gólt. Hát ebből a két gólos előnyből villámgyorsan nulla lett. De még azért rengeteg idő van hátra, hiszen még 7,5 perc sem telt el ebből a találkozóból. Knedlikova, ez is megvan. Knedlikova úgy tűnik, hogy nagyon motiváltan játszik korábbi csapata ellen. Még akkor is, hogyha nyilvánvalóan ő azért az elmúlt évek alapján már egyértelműen győri játékosnak számít. És mivel Jana remekül beszél magyarul egyébként, lassan akár tiszteletbeli magyarnak is lehet őt tekinteni. Közben támad az MTK, Danyi Gábor pedig hevesen magyaráz valamivel, nem volt elégedett a védekezés szempontjából. Nagyon harcos volt Bízik Boglárka. Ki is harcol egy szabad dobást. És egy sárgalapos figyelmeztetés Hansen kapja. Újabb szabad dobás. A mérkőzés játék vezetői egyébként Őri Erika és Poznana Erika, ők tették most fel a kezüket, hangozzon el az ő nevük is itt a mérkőzés 10. percében, és közben egy védés, és Puhalák, és ez is egy hárítás, Scholz Andrea. És ott van az újabb egyenlítő találat, Szara Vukcevic. Hát összességében egyébként ez a mai mérkőzés is hasonlít azokra a találkozókra, amelyeket az elmúlt néhány mérkőzéseken látunk, amikor az első néhány perc talán nem úgy sikerült az Audietónak, ahogy azt szerették volna. Most is azt lehet mondani, hogy szinte minden támadásból gól születik. Most például Bratzett jó voltából. Nyilvánvalóan ez annak is az oka, hogy rengeteg támadás van, tehát nyilvánvalóan nem lehet 20-22 gólokat elvárni az Audiato KC-től egy ennyire gyors, ennyire pörgős játéknál, de azért az is látszik, hogy nem mozognak annyira frissen a lányok, és
ez az oka annak, hogy 10,5 perc alatt gyakorlatilag 6 gólt lőtt a Moson-Magyaróvár, de most el lehet lépni megint kettővel. Knedlikova meg is teszi ezt Jana Knedlikova, tehát újra kettő a különbség, 8-6. A szélre Kovacsics szerzi a 7. Moson-Magyaróvári gólt. Nem sikerült tehát egyelőre jobban ellépni, és Puhalák ez is a kapufáról jön le, és ezzel megint megkapja a lehetőséget a Moson-Magyaróvár az egyenlítésre, és ezekkel azért óvatosabban kellene bánni, hiszen ezek az elszórt labdák, már amennyiben nevezhetjük ezeket annak, azért nehéz helyzetbe hozhatják a győri csapatot. Főleg, hogy mint láttuk, a helyet, hogy 3 lenne a különbség, most megint az egyenlítésért támad a Moson-Magyaróvár. Bízik Boglárka próbálkozott egy nagy lövéssel, lepattant a sáncról. Udák viszont nem csak próbálkozik, hanem be is varja. Hát ő is úgy tűnik, hogy nagyon meg akarja mutatni korábbi csapatának, hogy bizony képes ő a jó játékra. Közben Horváth Bernadett kapta a sárgalapot 12,5 perccel a vége előtt. Illetve 12,5 perc elteltével, és 17,5 van még hátra egyébként. És egy újabb védés, és a másik oldalon is egy védés, Kis Éva, tehát nincsen meg a vezetés a Moson-Magyaróvárnak, ez mindenképpen jó újra a győri szurkolóknak. Puhalák, na most ez bent van, ahelyett tehát, hogy vezetne a Moson-Magyaróvár, visszaszerzi az előnyt az Audiato KC, 9-8, 13 perc elteltében. Farkas. Nem volt jó a bejátszás Vukcevicsnek. Knedlikova Pratsetnek. Beleérte ebbe is Scholz. Megint megvolt a lehetősége a Moson-Magyaróvárnak arra, hogy átvegye a vezetést, de azért az Audiato KC akkor, amikor nagyon kellett, akkor azért kicsit megrázta magát jobban, odafigyeltek a lányok. Egy újabb szabad dobás lesz majd befelé, és azért, amikor nagyon-nagyon kell, akkor két gyors rámadással visszaállítják ezt a, nem azt mondom, hogy megnyugtató, de mégis csak szabad szemmel is jól látható két gólos előny. Vukcevics a labdával, ő végzi majd el az újabb szabadot. Farkas. Hudák, Hudákra lépett ki Grót. És próbálják őt kivenni a játékból. És ez pedig egy sarokdobás lesz majd, amelyet Kovacsics Mónika végez el. Mert hogy a sáncról kipattant bal oldalon labda. Farkas. Hudák! Hatalmas gólt ragaszt Hudák el ma. Hát eddig a Moson-Magyaróvár legeredményesebb játékosa. És összességében is egyébként rendkívül hasznosan játszik. Túl vagyunk az első félidő felén, és egyetlen góllal vezet az Audiato eddig a pillanatig, mert hogy Grót azonnal közé teszi a másodikat.
Farkas. Hudák. Vukcevic Farkasnak vissza. Hansen volt a szabálytalan. Nem kétséges, valóban megrángatta Farkas Veronikát. És egy időkérés méghozzá a vendégek, illetve a hazaiak vestere Bognár Róbert kérte ki az idejét. Perc és 3 másodperc telt el a találkozóból, 11-9-re vezet a győri Audietto KC, de a Moson-Magyaróvár támad, és azt gondolom, hogy eddig abszolút elmondható, hogy teljes egészében méltó ellenfél a Moson-Magyaróvár, egyáltalán nincsenek megilletődve azzal együtt sem, hiszen ahogy itt elhangzott a meccs előtt, a világ egyik, hanem a legjobb női kézilabda csapata áll velük szemben. Horváth Bernadett, ha előtte volna, sem lett volna érvényes a gól, és akkor először vezethet 3 góllal az Audietto KC, ez Knedlikova gólja kell, és ez meg is van. És készülődik egyébként Tomori és Bódi. Eddig ugye az a csapat játszotta az elmúlt 17 percet, akik feljöttek a pályára azzal együtt, hogy Pintea ugye egy-egy támadás erejéig bejött. Farkas most Puhalák nyúlt bele jól. Groth megtalálja az üres helyet, a labda pedig megtalálja az utat a hálóba. Először vezet 4-jel a győri csapat. No, hát úgy tűnik eddig, hogy annyit mindenképpen elért az Audietto KC, hogy az első gyenge 30 percet most sikerült, inkább pontosabb, hogyha úgy fogalmazok, hogy az gyengébb 30 percet sikerült leredukálni egy nem annyira jól sikerült 15 percre, hiszen most azért sikerült ellépni valamelyest a Moson-Magyaróvártól. Farkas. Grimsből jött be közben, és mindjárt egy védéssel mutatkozott be. És úgy ott az Oftedal, újabb Oftedal gól is. Hát úgy tűnik, hogy ez a bizonyos időkérés, amit láttunk egy nagyjából 2,5 perccel ezelőtt, az inkább az Audietto-nak tett jót, és közben bejött Hajtai Vanessa a Moson-Magyaróvár bal szélére. Ő is ismerős lehet a győri szurkolóknak, hiszen ő is egy győri nevelésű játékos. Hudák. Bízik. Katona. Vissza Hudáknak. Közben felteszik a játékvezetők a kezüket. Lőnie kell a Moson-Magyaróvárnak. Ezt meg is tette Horváth Bernadett. És ott a válasz. Puhalák. Bogdan
és egy 4-0-es sorozatot produkált az Eto'o itt az elmúlt nagyjából 3,5-4 perc alatt. Hajtai bízik, nincs lövés egyelőre. Visszakapta a labdát Farkas. Pratzer lépett ki Farkas Veronikára. Udák. Megint passzív. Hát Udák ellen egyelőre nem találja az ellenszert az Audi Eto'o védelme. Pratzert pedig azonnal visszaállítja. Illetve nem. Elnézést kérek, mert ugye jegyzetelés közben elnéztem az eseményeket. 15-10 tehát ez a helyes állás, és 9 perc, bő 9 perc van hátra az első félidőből. Hajtaitól veszik el a labdát a játékvezetők. És akkor most jönnek a cserék. Bódi érkezik, illetve Tomori. És jön le Bratzett is. Az ő helyére pedig Pintea. Egyelőre az irányító a balát lövés a bal szélső pozíciója érintetlen maradt. A többi posztot már lecserélte Tanyi Gábor, közben Puhalák futott be második beállónak, aztán ment vissza újra a szélre, nem tudott lőni, mert hogy kilépett rá Katona. Hansen viszont igen, fel a ficagba. Megvan a 16. győri gól. És ott van a válasz. Nem is akármilyen gól volt ez. Visszaért közben egyébként védekezni a Moson Magyaróvár, és az Audi Eto'o Kárc is így most végigjátsza a figurát, ami egyébként Bódira jön ki. Audi pedig kegyetlenül be is vágja. 17-11. Bő 7 perc van hátra a fél időből, és hogyha minden így marad, ahogy most, akkor el lehet mondani azt, hogy egy viszonylag magabiztos előnnyel mehet a szünetre az Audi Eto'o KC. És azért most már ez az elmúlt jó 10 perc játéka most már az előző találkozókhoz képest jóval ígéretesebb és bíztatóbb. Nyilvánvalóan az igazán nagy próbatétel az majd jövő héten következik, amikor a Bukarest ellen kellene majd az Eto'onak bizonyítania, de erre én azt gondolom, hogy minden esélye meg is van. Közben egyébként Márci lövését tolta ki Karjaavi Grimsbø, és közben Pintea mozdulatát látták szabálytalannak. Horváth Bernadett esett el. És most mutatta egyébként Horváth, hogy kellene egy kicsit lassítani, nem kell annyira rohanni. Játsszák végig inkább ők is a figurát, hiszen azért nyilván fogy a levegő, ahogy közeledünk a félidő végéhez. Márci ki a szélre, nem lőtt el Katona. Bízik Boglárka próbálkozott, de megpatant a sáncon, így tulajdonképpen nem lett különösebben veszélyes. Oftedal pedig összeszedik ki a szére Puhaláknak, Puhalákra kilépett Katona.
Tomori, Bódi, hatalmas helye van Bódi Bernadettnek. Scholz Andrea viszont hárítani tud. Marad a 17-11 tehát. És mire a Mosonmagyaróvár felér ezzel a támadással, addigra be fogunk lépni az utolsó 5 percbe az első fél időben. Rendkívül jó hangulatot teremt egyébként mind a két szurkoló tábor. Ezt ugye lehet tudni, hogy Mosonmagyaróváron is van egy lelkes, kemény mag, akik buzdítják a csapatokat, és ezt bizonyítják most is, még akkor is, hogyha Katona Flóra lövésénél most nem tudtak felhördülni, illetve örülni, és közben Tomori is feliratkozik a gólszerzők közé, és természetesen ezúttal is érkeztek győri szurkolók is. Vállalnak ők sokkal hosszabb utazásokat is, mint a Győr és Mosonmagyaróvár között lévő nagyjából 40 kilométer. Márci bízik. Egyelőre ők passzolgatnak egymás között, aztán beveszik a játékba Farkast is. Továbbra is a belső hármas az, aki próbálja megoldani a játékot. A beállókat most jól levédekezi az Audieto. Farkas próbálkozott volna egy lövéssel, de megállították őt is, de egy szabad dobást azért kiharcolt. Hansen, Oftedal, Puholák, ejtéssel próbálkozik. Hát ezúttal sem sikerült Scholz eszén túljárni ezzel. Újra itt a lehetőség a Mosonmagyaróvár előtt, hogy egy kicsit közelebb zárkózzanak. De az azért nyilvánvaló, hogy az Audieto az egy viszonylag magabiztos előnnyel mehet majd a szünetre. Farkas. Megfogták, belül vagyunk az utolsó 3 percen. Grimsbő indított a Pinteát, Pintea pedig kegyetlenül bevágja, hát Hajtai próbált tartani a lépést a Pinteával. De hogyha csak a két játékos közötti termetbeli különbséget nézzük, már akkor is látszik az, hogy Hajtai tulajdonképpen teljesen esélytelenül mehetett bele ebbe a párharcba. És nyilvánvalóan nem is érhetett hozzá Pinteához. És az pedig egy kapufás gól. Farkas Veronika szerzi a 12. Mosonmagyaróvári találatot. 1 perc és 50 másodperc van hátra, és jön egy szabad dobás, amelyet az Audieto végezhet el. Pinta nem jó helyen állt, ezt mutatta a játékvezető, és közben Bódi is megszerzi az első gólját. Megvan a 20. győri találat. Márci. Márci újra, megpattan, és így lesz veszélyes. Ezt talán egyébként Grimsbő akár hárítani is tudta volna, hogyha nem pattan meg a labda. De hát megpattant, és végül is így lett ez jó a Mosonmagyaróvárnak, és így lett meg a 13. hazai találat. Bent vagyunk az utolsó 1 percen. Egészen pontosan 45 másodperc van hátra, és kinyílik most a mosonmagyaróvári védekezés. Hansen. Befelé lesz a szabad dobás. Még akkor is, hogyha a hazai szurkolók ezzel
nem is értenek egyet 100%-ig. Tomori, hogy de egyedül maradt most Tomori Zsuzsanna. Ő pedig köszönte szépen, és ki is használta ezt a lehetőséget. És akkor valószínűleg ez már a mérkőzés utolsó támadása, hiszen 10 másodperc, illetve a félidő utolsó támadása, hiszen mindössze 10 másodperc van hátra, most már csak 5, mire kimondom. Ez a támadás éppen csak el fog jutni lövésig. Megpróbálkozott még Farkas Veronika, nem okozott különösebb veszélyt. 21-13-ra vezet a győri Audi Eto KC a Moson-Magyaróvár ellen. Negyed óra szünet, aztán folytatódik a találkozó, és természetesen folytatódik a közvetítés is.
különlegesen elkerül a megszokottól, hiszen kezdő dobója van a mai mérkőzésnek itt Moson Magyaróvára, és talán Győrben is nagyon sokan ismerik Molnár Tamás Tokaszt, ahogy népkörben szólítanak itt régen. Hát Tamás a magyar profi erőemelés egyik ikonja, aki szögre akasztotta a, mit mondtam, egy TV beszélgetésben, az erőemelő üvezet. Szóval Tamás 21-13-ról folytatódik a mérkőzés. És egy ünnepélyes kezdődobással kezdődik a második félidő, miközben Molnár Tamás erőemelő áll ott középen, és ő fogja elvégezni a szabad dobást, méghozzá abból az alkalomból, hogy ő vissza fog vonulni, és ezért a klubtól ezt a lehetőséget kapta, hogy akkor meg elvégezheti ezt az ünnepélyes kezdődobást itt a második félidőben. Ez következik, tehát Masters világbajnokról van szó. És hogyha már hazai pályán, akkor természetesen egy hazai játékos irányába fogja majd ezt elvégezni. Hajtai Vanessa áll oda, és megkapja a labdát Molnár Tamástól. És akkor innentől kezdve most már tényleg jön a második félidő, amelyet hivatalosan az Audi Eto KC fog kezdeni. Groth, Tomori, és bejött közben egyébként, ezúttal most már a bal oldalt is lecserélte Danyi Gábor, mert hogy bejött Christiansen bal átlövőbe, illetve Fodor Csenge bal szélsőnek. Nem sort cserélt tehát Danyi Gábor, hanem egy kicsit eltoltan a két oldalt egymáshoz képest. Nike Groth pedig belövi a 22. győri találatot, amely egyébként egy hetesből született meg. Ez azt jelenti, hogy 9 gólos a különbség, az eddigi legnagyobb a meccsen, ami azt is jelenti, hogy a matematika mai állása alapján mindössze egy gól hiányzik a két számjegyű vezetéshez. Budák néhány pillanatra kivárt és bemondta a figurát a társaknak. Farkas. Budák, egyelőre nincsen lövés. Most van, de Tomori kezében elakadt a labda. És mutatja egyébként Tomori Zsuzsanna Budáknak, hogy hát bizony jót lőttél. Volt erő abban az eleresztett Budák lövésben. Most Horvátot kereste volna egyébként Budák Emma. Farkas, az egy remek bejátszás volt. Bízik Boglárka. Az első hazai gól a második félidőben. És ott van azonnal a második is. Hozzá Hajtai Vanessától. És az a 9 gólos előny, az mindjárt csak 7. Mintha egy nagyon picit bent maradt volna az Audi Eto az öltözőben, de hát most nyilván attól függően, vagy függetlenül, hogy most 2-1, illetve hát most már 2-2 az a második fél időben megszerzett gólok száma. Azért ez még nem jelenti azt, hogy bármi miatt aggódnia kellene a győri csapatnak. Gyakorlatilag ez a 3 perc az úgy telt el, mint hogyha különbség szempontjából semmi sem történt volna. Ugyanúgy
8-al vezetnek a győriek. Bízik Boglárka, lövése pedig lepattan. Kudák próbálkozott most, ez viszont mellé száll, és akkor lehet indulni. Groth, Tomori. És most egy kicsit szerencséje is van Tomorinak, mert hogy zárta össze a lábát Bubikova. De a megpattanó labda még éppen utat talált a hálóba. Visszaállt tehát a 9 gólos különbség. Összességében talán elmondható az, hogy az elmúlt 35 perc alapján közben Hudák Emma szerzi meg a 16. Moson-Magyaróvári gólt, hogy azért az elmúlt mérkőzéseken látott, talán mondhatjuk úgy, hogy kicsi gödörből, mint hogyha az Audi Eto kijött volna, hiszen azért most sokkal-sokkal magabiztosabban játszanak a győri lányok, mint tették azt. Christiansen közben fölé bombáz, volt Kraft abban a lövésben. Nagy gól lett volna, hogyha beakad, de hát sajnos nem akad be. Bízik. Testvérének Bízik Rékának tette volna ki. Bízik Boglárka. Ő azonban nem számított rá. 5 perc telt el a második fél időből. Hudák, Farkas, Bízik. Egyelőre a belső hármas passzolgat. Közben Hajta is befutott második beállónak, így most üres a bal szél a Moson-Magyaróvárnál. És megvan a 17. gól, de lehet, hogy egy sérülés árán. És megmondom őszintén, igen, Farkas maradt lent. Jön a taps. Sajnos az ujjával belecsapott. Hát valószínűleg Bratzedbe egyébként, mert ő bíztatta, és ő kért tőle elnézést. Ezzel együtt viszont megvan a 17. gól. Groth, Tomori. Ki a szélre, Tomori, Bódi, remek ütemben. Hát most egyelőre állandósulni látszik ez a 8 gólos különbség, és körülbelül azt látjuk egyébként, mint az első fél idő első felében, hiszen, hogyha visszaemlékszünk, akkor ott is nagyjából egy negyed óráig fej-fej mellett mentek a csapatok, és tulajdonképpen a második negyed óra volt az, amikor az Audi Eto KC egyértelműen elkezdett egy magasabb sebességi fokozatra kapcsolni. És ezzel együtt pedig kialakítani azt a bizonyos 8 gólos különbséget, amit eddig egyébként tartani is tudnak a csapatok. És ez mindenképpen dicséri, én azt gondolom, hogy a Moson-Magyaróvárt is, hiszen nem zuhantak össze, amikor azt érezték, hogy az Audi Eto esetleg lendületben van, és esetleg egy komolyabb, akár kétszámjegyű előnyt is kiharcolhatnának. Ez még egyébként mindig nincsen meg, és nem is volt eddig. Tehát mondhatjuk, hogy vitézül tartja magát a Moson-Magyaróvári csapat.
Groth. Christiansen. Christiansen két ember között. Márci. Hudák Hajdainak. És teljesen kilép az Audietto a védekezésben. Majdnem a 9-esen. A győri lányok. Hudák, az nem volt jó az a passz, de még össze tudta szedni. Hudák. Visszakapja és kapufára lövi, pedig remek labdát adott ki Bízik. Tehát tulajdonképpen Hudáknak már csak be kellett mennie, és akkor most támad a 10 gólos előnyért az Audietto KC Tomori Bódinak. Bódi nem tudott lőni egyelőre, mert hogy visszaért fele Márci Tekla. Groth. Le a szélre, és Fodor Csenge első góljával megvan a 10 gólos különbség. Közben egy 2 perces kiállítás is volt. Igen, most születik konszenzus abban, hogy kinek kell lejönni a pályáról. 2 perc, ez pedig Bízik Boglárka lesz majd. És akkor most 2 percig, tehát ember hátrányban kell, hogy támadjon a Moson-Magyaróvár, illetve mondhatjuk azt, hogy 2 percig ember előnyben a győri Audietto. Hajtai. Márci, ki a szélre, és egy kapufát lő Katona Flóra. Ez a labda bizony már átjutott Grimsbön. Tomori. Christiansen. Tomorinak vissza, egyedül maradt Tomori. Tomori Zsuzsa második gólja. Az Audietto-nál pedig a 28. találat. Nyúlt föl egyébként Bubikova, de pont a két keze között lőtt, tehát Tomori Zsuzsanna. Hajtai. Hudák. Márci, vissza Hudáknak, Christiansen és Groth állt a Hudák Emma útját. Hajtai, nagy lövés és nagy védés. Nagyot esett Grimsbő, de nyilván az öt keményebb farából faragták ennél. És közben Tomori Zsuzsa újabb gólja. Hát ha egy üzletbe indul, ugye ezt mondják. És mindenképpen jó azt látni, hogy Zsuzsi is egyre többet tud vállalni, egyre többet van pályán. Ugye Egerben játszott először néhány percet Tomori Zsuzsi, azután, hogy egy nagyon hosszú, több mint fél éves térsérülés miatti kihagyásra kényszerült. És ő is elmondta azt, hogy most még elsősorban a fokozatosság a lényeg. Ő is ezt szeretné mindenképpen, hiszen közben hosszú az indítás, hiszen
azért találkozott, ő már volt éppen elég sérülése, hogy tudja azt, hogy nem szabad semmit sem elkapkodni, és azért mindenképpen egyre többet vállal most már. Nike Groth pedig belövi a 30. győri gólt. Hát azt gondolom, hogy a lényegi kérdések szépen lassan eldőlnek 42 perc játék után. 13 góllal vezet az Audieto. Ez már talán az a fajta támadó játék, és az az Audieto, akit a szurkolók és a nézők is szeretnének majd látni, és szeretnének majd látni a Bukarest ellen a jövő heti mérkőzésen, ami talán az eddigi szezon legnehezebb mérkőzése lesz, hiszen Neagu ugyan az Európa-bajnokságon összeszedett sérülése miatt nem lesz majd ott. Közben kipattant, és nem pattant le a teljes terjedelmével a labda a gólvonal mögött, így nem volt gól, és ez viszont bent van, Christiansen szerzi egy 31. győri találatot, tehát befejezve az előbb megkezdett gondolatot, még Neagu nélkül is egy borzalmasan erős Bukarest vár az Audieto KC-re a jövő héten az Audi Arénában. Horváth, ő végzi majd el a szabad dobást, mégsem, mert hogy Bízik Boglárka kapta. Horváth bement beállóba, és Bízik ugyanígy tett. Közben egy lábat fújtak Tomorinál. Hudák. És egy újabb védés Grimsbőtől. És messzhúzásért kell elhagyni a pályát. Hetes számmal Kari Bratsetnek, ő nem értett egyébként egyet ezzel a döntéssel. Nagyon-nagyon értetlenül nézett a játékvezetőre. De hát, ha őszintén akarunk lenni, akkor ezen olyan nagyon sok minden most már talán nem is múlik. Egy újabb szabad dobás lesz befelé. Danyi Gábor magyarázott közben valamit Bódi Bernadettnek, és egy időkérés méghozzá a Moson-Magyaróvár csapatánál. De most egy kis félreértés volt a játékvezetők és a zsúriasztal között. A játékvezetők ugyanis nem értették, vagy nem hallották a zsúriasztaltól érkező sípszót, és nem értették, hogy miért jön be mindenki a pályára. No, egy újabb változtatás az Audietónál. Lönó is bejön a pályára a három kapus közül. Ő még nem volt ma a kapuban, egészen eddig a pillanatig. És figyeltem itt az arcokat, és nagyon jó volt látni az Audieto KC-nál, hogy nagyon felszabadult mosolyokat láttam. Christiansen, Bratzett is, mind a ketten nagyon görbican itt a szintú, úgy közben egy 2 perces kiállítás Bódi Bernadettnek. Ez azt jelenti, hogy most 4 mezőnyjátékossal kell majd csak nem másfél percig játszania az Audietónak, mert hogy Bratzett kiállításából is van még hátra 1 perc és 27 másodperc, és közben Katona áll oda a 7 métereshez. És be is lövi 18-31, illetve 31-18. És
És Leno most le is jött egyébként, és Knedlikova bejött a helyére, de még így is ugye ember hátrányban támad az Audieto KC, ráadásul a kapu is üres. Tehát ez egy viszonylag kényelmetlen szituáció, de hát azért azt is tudjuk, hogy a győriek nem szoktak megijedni semmilyen nehézségtől. Közben Tomori azt mutatta, hogy őt rángatták. Christiansen. Groth. Ajtai lép ki vele szemben. Szabad dobás lesz befelé. Groth egy kicsit a foci tudását is meg csillogtatja, remek átvétel volt, ez még innen is jól látszott. Christiansen. Most nagyon keményen védekezik a Moson Magyaróvár. 20 másodperc van még hátra az első kiállításból, és közben Fodor jutott el a lövésig, és negyed óra van hátra a találkozóból, és ezzel egyidejűleg a második fél időből is. Az pedig egy remek meglátás, és egy remek védés, Leno. Hát zicsert fogott most Leno, méghozzá Tóth Melinda állt szinte, hanem teljesen egyedül Lenóval szemben. Hát Leno eddig abszolút nyerő embernek bizonyul abban az értelemben, hogy alig néhány perccel jött be, de már két védés is bemutatott. Az meg egy Groth nagy lövése. És közben kiegészült az Audieto KC, tehát hogyha számításaim nem csalnak, akkor elég jól jöttek ki a lányok ebből a nagyjából másfél-két percből. Hudák. Nem kapja vissza Márcitól, és Hudák lövi el, és egy újabb Leno védés. No, kérem szépen, hát a francia ellen egyelőre nem találja az ellenszert a Moson Magyaróvár, azt gondolom, hogy ez most már kijelenthető. Tomori, az nem volt az igazi, az a labda. Tóth Melinda ráadásul remek ütemben lépett oda hozzá. Groth. Christiansen Grothnak vissza. Pintea, ketten gyötrik Pinteát. Egy szabad dobást kapott. Groth, rettentően harcos Nike Groth. És meg is van az eredménye. 32-18. 12 és fél perc van hátra a találkozóból, 14-jel vezet az Audieto KC. Én azt gondolom, hogy szépen lassan kimondható az, hogyha eddig még kétsége lett volna bárkinek, hogy az Audieto újabb két pontot gyűjt be, és azért ez a mai teljesítmény, ez azt gondolom, hogy már minden szempontból jobb volt, mint az elmúlt mérkőzések mutatott játéka, már csak azért is, mert ott van az újabb találat. Veronika Christiansen szerzi a 33. győri gólt. Tóth. Hudák. Egyelőre nincs lövés, bízik. És ez sincs bent. Ez pedig egy, ha finoman fogalmazok, nem túl jó indítás volt.
mutatja Pinte, oda ment pacsizni Lenóval, mondta, hogy semmi baj nincsen. Pinte is talán a keleténél jobban előre szaladt, de az viszont tény, hogy Horváth pedig remek helyen állt, tehát gyakorlatilag csak ki kellett nyújtani a kezét ahhoz, hogy összeszedje ezt a bizonyos labdát. Hudák. Szabaddobás lesz. Hudák. Ez is mellé. Fodor csúszik el. Még így is bent van, de hát ilyenkor azért nyilván az ember megijed, hiszen azért hány sérülést láttunk ilyen ártalmatlan szituációkból, de szerencsére semmi baj nincsen. Fodor Csenge azonnal tudta folytatni a játékot. 16 gól a különbség, és bent vagyunk az utolsó 10 percben. Hudák. Bízik. Hudáknak vissza, Ofted elkapott egyet. Védőszabálytalanságot fújnak a bírók, jöhet a szabaddobás. Ofted elmutatta, hogy Horvátot valaki vegye fel, ez megtörtént. Hudák! Pont oda, ahol Lenó állt. Ez pedig nyilvánvalóan az Eto védekezését is dicséri, hiszen csak ide tudott lőni. Hudák, Groth pedig megint csak megtalálja. Az utat a hálóba, legalábbis az ő labdája. És most már az a kérdés, hogy meg lesz-e a 20 gólos különbség. Erre még 8,5 perce, bő 8,5 perce van az Audi Etónak. Hudák. Jó labdaszerzés Knedlikovától, és megint csak Grothot indítja. Groth pedig ezt is bevarja, 36-18. Néhány perc összesen, egészen pontosan 8 perc van hátra ebből a mai találkozóból. Összességében én azt gondolom, hogy az Audi Etó szurkolók semmiképpen sem lehetnek csalódottak, hiszen úgy áll a dolog, hogy a győriek egy rendkívül magabiztos győzelmet fognak aratni, helyenként remek játékkal, és azt gondolom, hogy a nagy különbség ellenére is a Mosonmagyaróvárnak sincs semmiféle oka arra, hogy szégyenkezzenek. Már csak azért sem, hiszen valóban a világ egyik, ha nem a legjobb női kézilabda csapata állt velük szemben. És közben a padon látnak szabálytalanságot. Méghozzá azt, hogy a minden igaz, bent álltak a játékosok a pályán, őszintén szólva nem láttam, mert a labdát figyeltem. Az viszont egészen biztos, hogy 2 perces kiállítás sújtja most a Mosonmagyaróvári együttest, és Bárdi Fruzsina hagyta el a pályát, és egy 7 méteres fog majd lőni Oftedál, amivel egyel közelebb viheti a csapatát ahhoz a bizonyos 20 gólos különbséghez, amit említettem az előbb, és ez meg is van, mert hogy most már 19 a különbség. De ennek ellenére is azt gondolom, hogy a Mosonmagyaróvárnak semmiképpen sincsen szégyelni valója, hiszen
lelkesen játszottak, tartották magukat, ameddig tudták. Nem adták fel, és ma az Audieto KC ellen ez ennyire volt elég. Egy szabad dobás lesz befelé. Bizik. Affentaler rántotta le a mezénél fogva Bizik Boglárkát. Sinudl meg Márci. Ő is kiharcol egy szabadot, de már passzív, tehát ezt lőni kell. Ez pedig Hudák meg is teszi, de elakad a sáncban. Hansen próbálkozott, és Gurbikova pedig hárított, de mivel pont Todor Csengihez pattant ez a labda, ezért támadhat továbbra is az Audieto. Pintea, Affentaler. Úgy, de egyedül maradt Pintea! És mekkorát védett Gurbikova. Hát nincs meg egyelőre a húzólos különbség, és nyilvánvalóan a Moson Magyaróvár mindent meg fog tenni azért, hogy ez így is maradjon. Horváth. Hudák. Márcik. Ő lőtte el hetes. Beléptünk közben az utolsó 5 percben a mérkőzésem. Katona az ítélet végrehajtó. Be is lőtte. Maga biztosan a 19. hazai találatot. Affentaler. Oftedal. Nem volt az igazi az a passz, de összeszedte még a norvég. Knedlikova. Ez pedig egy remek labda. Pintea honnan szedte le azt a labdát? Pintea, te jó ég, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt neki szánták a társak. De Pintea fölnyúlt, levette, majd bevágta a hálóba. Három és fél perc van hátra a találkozóból. Danyi Gábor még itt a 19 gólos előny tudatában is folyamatosan adja az instrukciókat a kispadról a csapadának. Bízik, elakadt a sáncban a labda, és akkor ezzel Oftedal fordulhatna, meg lesz az a 20-as. Egyelőre nem, de egy szabad dobás mindenképpen. Hansen. Affentaler. Hansen most kilépnek, neki nem lehet passzolni, de Affentalert is megtalálta Bízik. Hansen. Hansen, nagy lövés és nagy kapufa. A győri szurkolók pedig nagyon örülnek a labdának, de hát természetesen vissza kellett adni. Nincs meg egyelőre a 20 gólos különbség, és hogyha most esetleg a Moson Magyaróvár be is találna, akkor valószínűleg ez már így is maradna, hiszen kevesebb mint 2 perc van hátra. De nem talál be a Moson Magyaróvár, Hudák lövése kijött és Fodor szedte össze.
Oftedal pedig indul. Affenthaler ki az érek Nedlikovának, hatalmas helye van, be is vágja a Janak Nedlikova. 39-19. Eljött tehát ez a pillanat is. Jó védekezés Oftedaltól. Bizikkel pacsizik le Stine Oftedal, és ebben a pillanatban elkezdődik az utolsó perc a találkozón. Bizik nem jut el lövéshez, még az utolsó másodpercekben is nagyon-nagyon keményen védekezik a győri Audi Eto KC. És ez szükséges is lesz. Én azt gondolom, hogy a következő mérkőzéseken, amikor majd nagyon-nagyon nehéz ellenfelek ellen kell bizonyítani, közben Fodor Csenge a földre kerül. Egy 2 perces kiállítás lesz, Domokos Dalmának kell leülnie. Ez pedig azt jelenti, hogy ha minden így marad, akkor ember hátrányban fogja befejezni a mérkőzést Bognár Robert csapata, aki egyébként egy kicsit leszúrta Domokost, valószínűleg a szabálytalanság miatt. Hátra van 22-23 másodperc. Affenthaler nem támadja ezt még végig az Audi Eto, de belemenést fújnak. És akkor itt a lehetőség a Moson-Magyaróvár előtt, 10 másodpercük van, hogy visszajöjjenek 20-on belülre. Bízik. De nem jönnek vissza 20-on belülre, mert hogy Szalai Zsuzsanna mellé durrant. Hiába indít még Lönó, ez a gól már nem érvényes. 39-19-re győzött a győri Audi Eto KC Moson-Magyaróváron. Ez szerintem már az az Audi Eto volt, akit a győri szurkolók már régóta látni szerettek volna. A mérkőzés néhány pillanatában mindenképpen. Ez pedig azt jelenti, hogy a győriek továbbra is veretlenek, vezetik a tabellát, és készülhetnek a Bajnokok Ligájára, amelynek a középdöntője a jövő hétvégén fog kezdődni, méghozzá egy igazi rangadóval, a Bukarest ellen. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, jó pihenést, jó hétvégét kívánunk mindenkinek, a viszontlátásra, viszonthallásra.